A rendőrség felkészült a balatoni idegenforgalmi szezonra, a térség erősítést kap nyárra. Papp Károly vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány ezt május 22-én jelentette be Keszhelyen, a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón. A korábbi éveknek megfelelően júniustól szeptember közepéig összehangolják azoknak a rendőrkapitányságoknak a munkáját, amelyek Somogy, Veszprém és Zala megyében a Balatonparti, valamint Fejér megyében a Velencei Tavi térségben működnek. Halnevelő és halfeldolgozó üzemet létesít Szentgyörgyváron a Keszhelyi Halház Kft. Közel 7 millió euró összértékű beruházással, túlnyomórész saját erőből. Az intenzív állattartó telep részeként január óta működik az évente 200 tonna kapacitású halnevelő, ahol szibériai tokhalat nevelnek. A Halház Kft. Tervei szerint 35 új munkahelyet teremt, és az első termékek decemberben kerülnek a hazai és az exportpiacokra. Önkéntes taktoborzót tart a Balatoni Múzeum május 29-én 14 órától. Az önkéntes munkára 14 éves kortól lehet jelentkezni, és mindenki az érdeklődési körének, idejének, végzettségének megfelelő feladatot választhat. Így válhat az önkéntesből akár tálatvezető vagy teremőr, de részt vehet a gyermekfoglalkozások előkészítésében, esetleg azok vezetésében is. További információ a képen látható telefonszámon. Koszorúzási ünnepséget rendezett a Magyar Honvédelem napja tiszteletére a Keszhelyi Bethlen Gábor Honvéd Nyugdíjas Klub a Várkerti Kopjafánál. A kormány határozata alapján 1992-től ünneplik a Magyar Honvédelem napját május 21-én. Május 12-én Balatonfűzfőn, 18-án Szombathelyen úsztak a keszthelyi kiscápák. Mindkét versenyen több dobogós helyezést értek el, egyéni csúcsok is születtek. Május 25-én Keszhelyen állnak a startkörre a kisportolók a harmadik tanévzáró úszóversenyen. Utazz a Carbonával egy kicsit vissza az időbe. Május 24-én retro esten élvezheted azokat a bizonyos nagy slágereket, és a fogyasztásodat igazoló szelvénnyel egy éjszakás Carbona tartózkodást nyerhetsz, vagy egy belépőt az uszodába és élményfürdőbe. Az estre a belépés ingyenes. Május 25-én 15 órakor nyílik meg a Balatoni Múzeumban a Pezó 2013 9. országos kerámia és goblen biennálé című kiállítás, melynek témája a római limesz a Duna mentén. A tárlaton az elmúlt két esztendőben készült a témának megfelelő kerámia, textil és goblen művek lesznek láthatók. A kiállítás szeptember 16-áig látogatható. Aranypáva nagydíjas versenyre kerül sor Alsópáhokon az általános iskola dísztermében május 25-én szombaton 10 órától. Részletek a település honlapján olvashatók. Kipróbálnál Meridian tornát vagy egy kínai csikung gyakorlatsor? Többet szeretne tudni az egészséges életmódról, a pszichológiáról, a természetgyógyászatról? Balatongyörökön május 27-től június 2-áig mindezekre lehetősége lesz a Gyógyuljon Györökön rendezvénysorozat keretében. Részletes program a település honlapján olvasható. Június 1-ig várja a jelentkezőket a Kék Balaton Citera zenekar az augusztusi Cserszegtomai első népi hangszeres fesztiválra. A jelentkezési lap és további részletek Cserszegtomai honlapján érhetők el.